Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnafej Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Cikluszáró testületi ülés, Dombóváron napirenden a víziközmű fejlesztése és a buszjegyek díjának emelése. Befutotta magát Európa élmezőnyébe, Szemerei Levente országos csúcsot döntött. 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban, kétnapos programsorozat Szekszárdon. Idősek világnapja, ünnepi műsorral készültek Bátaszéken. Megtartotta Dombóvárváros önkormányzatának képviselőtestülete a 2019-2024-es önkormányzati ciklus záróülését. Fontos napirendi pontokról tárgyaltak, többek között a víziközmű fejlesztéséről, illetve a buszjegyek díjáról. Szeptember 27-én tartott a Dombóvárváros önkormányzatának képviselőtestülete a ciklus utolsó ülését. A munka nem áll meg, folytatódik tovább. Költségvetésünket tárgyaltuk újra, megpróbáltuk azokat a mozgásokat átvezetni és levezetni benne, amelyek hát a gazdasági események vonzottak maga után. Azt gondolom, ez egy több oldalas anyag volt, de nyilván az utolsó sor a legfontosabb, kiadásbevételünk egyensúlya megvan, és azt gondolom, hogy október 1-től az új képviselőtestület ugyanígy ezzel a biztonságos háttérrel haladhat tovább. Az ülése rendkívül fontos napirendi pontokat tárgyaltak. DRV ZRT-nek hallgattuk meg a beszámolóját ivóvíz és csatorna üzemeltetés tárgyában. Ez a napirendi pont évről évre visszatér, de azt gondolom, hogy ebben nem sok örömet elég senkinek, hiszen egy olyan elavult rendszert üzemeltette a DRV, amelynek a rekonstrukciója ott kopogtat az ajtóba és mindennapos beavatkozást igényelne. Nagyon remélem, hogy az elkövető időszakban hálózat rekonstrukciójára megtaláljuk azokat a forrásokat, amelyek ez megvalósítható. Nyilván hidegben, nyáron, szárazságban rengeteg csőtörés jellemezte az idei évet. Nyilván azt gondolom, hogy erre valami végleges megoldást kell keresni. Szerény mértékű kiigazítást végeztek a buszbérletek tekintetében is. Felülvizsgáltuk az autóbuszos közlekedésnek a díjtételeit. Ez természetesen nem mindenki számára feltétlenül egy kedvező, pozitív hír, de azt gondolom, hogy ennek már pont itt volt az ideje, hiszen 5 éven keresztül erre nem került sor. Eddig Dombáron egy helyi járatú buszjegyára 200 forint volt, ezt most január 1-jel fel szeretnénk emelni 300 forintra. Pintér Szilárd hozzátette, nagyon örül neki, hogy megnőtt az utasforgalom a tömegközlekedési eszközökön. Szemerei Levente befutott az európai élmezőnybe. A Szekszárdi Sportközpont atlétája megdöntötte a 31 évvel ezelőtt felállított országos rekordot, és ezzel az eredménnyel megnyerte a Varsó maratont. A 24 éves szedresi hosszú távfutó Szemerei Levente 2 óra 10 perc 43 másodperc alatt teljesítette a maratoni távot, ezzel Szűcs Csaba több mint 30 éves 2 óra 12 perc 10 másodperces rekordját múlta felül. Varsóba sikerült megnyernem már a második éve a maratont, a 46. varsói maratont. Idén, tavaly egyéni csúccsal nyert, aminek nagyon örültem, de a tavalyi időmből sikerült közel 4,5 percet, majdnem 5 percet lefaragnom, és ezzel megdöntöttem a 31 éves országos csúcsot. A Szekszárdi Sportközpont sportolója a naptárát a következő olimpiáig már betervezte. 2028-as Los Angeles-i olimpia az nagyon ki van tűzve nálam a falra, és majd még jövőre lesz, a 2025-ben lesz atlétikai világbajnokság Tokióban, Japánban. Azt van megtervezve, hogy majd ki szeretnék rájutni, és lesz majd európai utcai futó Európa-bajnokság Belgiumban, és az majd áprilisban lesz, és szerintem, ha jól tudom, akkor megfutottam már a kvalifikációs szintet, úgyhogy lehet, hogy ott már résztvevő leszek. Szemerei Levente szerint eredményeinek titka a szedres és környékének nyugalma és a szép környezet, ami körülveszi. Október 2-a szerdától ismét kötelező az orrat és szájat eltakaró maszk viselése a Tolnavár megyei Balassa János Kórház fekvőbeteg osztályain. Hívta fel a figyelmet a kórház közleményében. Az intézkedést azért hozták meg, mert a betegek és a dolgozók között egyre több koronavírusos esetet észlelnek. A betegeknek és a 10 év alatti gyermekeknek saját kórtermükben nem kell maszkot viselniük. A maszk használata egyelőre a járóbeteg ellátó egységek területén nem kötelező, de erősen ajánlott.
Potápi Árpád János államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett a hétfői Andrij Szibihával, Ukrajna külügyminiszterével tartott találkozón Budapesten. Az egyeztetésen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, Magyarország és Ukrajna is érdekelt a szomszédsági kapcsolatok fejlesztésében, közös az erre irányuló szándék, de a kormány elvárja Kijevtől a magyar nemzeti közösség jogainak helyreállítását. Biomassa és építési bontási hulladék hasznosító telepet adtak át Simontornyán, a Belügyminisztérium kedvezményezett települése gazdaságélénkítő programja harmadik ütemének keretében. A projekt megvalósításához a város önkormányzata a Belügyminisztériumtól összesen több mint bruttó 258 millió forint visszanemtérítendő támogatást kapott. Az átadó ünnepségen beszédet mondott Réti Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatásért felelős helyettes államtitkára, valamint Torma József, Simontornya polgármestere. 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című országos programsorozat rajtol el október 4-én és 5-én Szekszárdon is. A helyi kulturális intézmények ennek kapcsán tartottak sajtótájékoztatót és számoltak be a kétnapos eseményről. 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban. Ezt az uniós évfordulót ünnepeljük október 4-én és 5-én Szekszárdon is különböző programokkal. A témával kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Nem is tudom hirtelen összeszámolni, de napi 6-8 olyan érdekes program is lehet, mely időpont egyeztetést igényel, és azt gondolom egyikről sem kellene lemaradni a hozzánk látogatóknak. Az eseményeket a Tolna Vármegyei Levéltár, a Vosinski Mór Múzeum, az I. és Gyula Könyvtár és a Babits Mihály Kulturális Központ rendezi. 3:30 lesz október 4-én pénteken kerül sor a Szerelmes Film című film bemutatójára, és egy közönség találkozóira annak Oscar-díjas rendezőjével Szabó Istvánnal. Ez a rendezvényteremben lesz, és regisztrációi egy köteles. Tehát regisztrációs jegyet kell váltani rá, szükséges, ahogy este 7 órakor a Helység Kalapácsa című Petőfi műremekből készült színdarabra is, amely a színháztermünkben lesz. A Vosinski Mór Múzeum több programmal is készül. Az egyik az Iparművészeti Múzeum, amely a Vármegyeházán fog majd egy Iparkodjunk címet viselő kiállítást elhozni, ez 2 héten keresztül lesz majd látható. Ez az Iparművészeti Múzeumnak a adattárának, illetve könyvtárának a kincseit fogja bemutatni, és ehhez kapcsolódóan egész napos kísérő rendezvénynek is részesei lehetnek az odalátogatók. A Tolna Vármegyei Levéltár vándorkiállítást tart, amiben 15 molinó általánosságban a magyarországi történethez kapcsolódik, és 3 molinó, az gyakorlatilag Tolna Vármegye Levéltára a saját iratai, hagyományai, kultúrája, története alapján állított össze. A szekszárdi I. és Gyula Könyvtár beszélgetést és koncertet szervez. Minden programra díjtalan a belépés, a részletes kínálat megtalálható a Babits Mihály Kulturális Központ Facebook oldalán, valamint az Instagramon és a www.szekszárdagora.hu weboldalon is. Májusi egyeztetések alapján a Bad Grill Kft. És további partnerek közös költségvállalásának köszönhetően felújították a hulladékudvar megközelítését is szolgáló utat Bátaszéken, melyet néhány nap múlva használhatnak is a Zara közlekedők, adta hírül Bozsolik Róbert, a város polgármestere Facebook oldalán. Bozsolik Róbert megköszönte a kész, közúti és szolgáltató Kft. Munkáját. A tolnai Vosinski Mór óvoda Sejem óvodájában szüreti felvonulással készültek a legkisebbek, akik lovaskocsikkal szüleikkel együtt vonultak fel, majd közösen táncoltak is. Az óvónők nagy odafigyeléssel szervezték meg a programot. A gyerekek nagyon készültek az elmúlt hetekben versekkel, mondókákkal, énekekkel. Reménykedtünk benne, hogy az időjárás velünk lesz, és de szerintem hálásak lehetünk, mert nagyon jó időnk van mára. A kikérővel kezdtük, amiben bíró kikérte a bírónét, majd volt lehetőségünk egy felvonulásra a szülőkkel együtt, és ezt díszítette a lovaskocsis fogatok, és a hintó, amire a kisgyerekek felülhettek. Az Idősek Világnapja alkalmából ünnepi műsort szervezett a Bátaszéki Gondozási Központ. Ennek célja, hogy a helyi közösség összegyűjjön, támogassa a szépkorúakat.
Bátaszéken több éve indult a kezdeményezés, amely során Bozsolik Róbert polgármester felköszönti a településen élő szépkorúakat az idősek világnapja alkalmából. Hosszú évek óta, október 1-én Bátaszéken is megemlékezünk az idősek világnapjáról. Nem kötelességből, hanem szívből és szeretetből, hiszen azt gondoljuk, hogy mi fiatalabb generáció sok mindennel tartozunk az idősek számára. És ezen a napon köszönetet tudunk mondani azért a sok-sok önzetlen munkáért, amit családon belül tettek és tesznek a fiatalabb generációkért, és amit tesznek egy közösségért, mint Bátaszék közösségéért, hiszen az ő kezük munkája nyomán alakulhatott úgy ki ez a település, ahogy jelen pillanatban kinéz. És azt gondolom, hogy ha máskor nem, akkor az idősek napján ezt mindenképpen meg kell köszönjük. Kis Szilvia, a Gondozási Központ Idősek Klubjának szakmai vezetője számolt be a rendezvény szervezéséről. Idősek világnapja alkalmából egy kis műsorral, illetve vendéglátással köszöntöttük az időseket. A helyi zeneiskolából, óvodából, iskolából érkeztek gyerekek, akik verssel, zenével és tánccal örvendeztették meg a klub tagjainkat. Cebe Jánosné háláját fejezte ki a szervezőknek. Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy ennyire törődnek az idősekkel, hogy műsort is rendeznek nekik. Nagyon jó érzés, és hogy mennyi munka van mögötte, azt leginkább azok tudják, akik elkészítették, és a legkisebbtől a nagyobbig, legnagyobbakig mind magukat adták teljes szívvel. A műsor végén a polgármester és a gondozási központ munkatársai ajándékkal kedveskedtek a meghívott vendégeknek. Baranya és Somogy vármegye hírei következnek. Közfoglalkoztatási kiállítás és vásár, színes termékkínálattal készültek a somogyi települések. Figyelni kell a határidőre, bevallás hiányában büntethet a NAV. Szívünk napja. 24 órás úszással hívták fel a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek kockázatára. Lekvárokkal, csalamádéval, zöldségfélékkel és kézműves termékekkel készültek a somogyi települések az idei közfoglalkoztatási kiállítás és vásárra. Az eseményen elhangzott, Somogyban folyamatosan csökken a közfoglalkoztatottak száma. A vármegyében jelenleg 10.096 álláskereső van, ami csaknem az elmúlt évtized legjobb foglalkoztatási adata. Már reggel nagy volt a nyüzsgés Rádpusztán, negyedik alkalommal mutatkozhattak be azok a somogyi települések, ahol évek óta sikeres a közmunkaprogram. Nyimről friss zöldségekkel érkeztek a dolgozók. Gyakorlatilag a közfoglalkoztatással szinte az indulástól, tehát 2013-tól foglalkozunk a településen. Én úgy ítélem meg, hogy nagyon jelentős volt annak idején a település életében, hogy egyáltalán bevállalta az akkori polgármester. És tehát a több mint 27 közfoglalkoztatottunk volt a 330 lelkes településen belül. Úgyhogy tényleg alternatívát nyújtott ahhoz, hogy tehát el tudjanak indulni azon az úton ezek az emberek, hogy a munkavilágába vissza tudjanak lépni. Gige település csalamádéval és szilvalekvárral mutatkozott be az eseményen. Mások zöldségekkel, illatgyertyákkal és más kézműves portékával érkeztek Rádpusztára. Kitörési lehetőségként kell tekinteni a közfoglalkoztatásra. Ezt már Neszményi Zsolt főispán mondta. Hozzátette, Somogy speciális helyzetben van a Balaton miatt, ezért az ország más területeihez képest eltérőek az adatok. Somogy vármegyében most az augusztus végi adatok alapján 10.096 álláskereső volt. Ez a 10.000-es határ alá éppen majdnem bementünk nem olyan régen. Tehát most nem mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 20 év legjobb adata, de ahhoz közel vagyunk. Egy minimális emelkedés számolhatunk be az elmúlt év azonos időszakához képest, egy 0,6%-os emelkedés következett be is. De hát tudják, Somogy vármegyének egy speciális adottsága a turisztika, a Balatonpart közelsége, és ilyenkor természetesen, amikor vége a balatoni szezonnak, akkor emelkedni szokott az álláskeresők száma jelentősebben, mint más megyékben, ott nincs ez a ciklikusság, úgyhogy ennek betudható, hogy egy pici emelkedés tapasztalható.
A programon Réti Pál helyettes államtitkár arról beszélt, a kormány célja az volt, hogy a közfoglalkoztatási rendszert megreformálja. Ennek eredményeként folyamatosan csökken a közfoglalkoztatásban dolgozók létszáma. Egyéni szintű gazdasági hatásait, ha vizsgáljuk a közfoglalkoztatásnak, kulcs szerepet tölt be a részvevők jövedelem szintjének emelésében, életkörülmények javításában, és én azt hiszem, hogy a közfoglalkoztatás nagyon jelentős eredményeket tud felmutatni az inaktívaknak az aktivizálásában és a munkaszocializációs hátrányoknak a felszámolásában. Én még emlékszem arra, amikor 220 ezer fölött volt a havi átlagos létszámunk, 16-tól folyamatosan csökkenő tendenciának és létszámnak vagyunk szemtanúi. Most durván 68 ezer fő van a közfoglalkoztatásban. A kiállítás mellett Rádpusztán tartották a 4. országos hal- és vadpörkölt főző versenyt is, amelyre szintén számos somogyi település nevezett. Közeledik a 4. éves bevallási határidő, ami érinti a vállalkozókat, őstermelőket. A szociális hozzájárulási adót és a társadalombiztosítási járulékot kell most bevallani, befizetni. Aki késve teszi ezt meg, vagy nem teljesíti kötelezettségeit, az több száz ezres büntetésre is számíthat. Közeledik október 12-e, ami fontos határidő a főfoglalkozású vagy a másodállású egyéni vállalkozóknak, illetve a mezőgazdasági őstermelőknek. Eddig kell benyújtaniuk a 24-58-as előbevallásukat. Ezen a bevalláson szerepel többek között a szociális hozzájárulási adó, valamint a TB járulék. A vállalkozói jövedelem szerint adózó egyéni vállalkozónak havonta a tárgyhót követő hónap 12-éig kell benyújtani a bevallást, az általány adózást választó egyéni vállalkozónak és az érintett őstermelőnek pedig negyedévente a negyedévet követő hó 12-éig kell benyújtani ezt a 24-58-as bevallást elektronikusan. A kötelezettség megfizetésének módjáról is beszélt a baranyai sajtóreferens. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózóknál utalással kell teljesíteni a kötelezettséget, ez lehet például az elektronikus fizetési módok bármelyike. A pénzforgalmi nyitásra nem kötelezett adózók választhatják szintén az utalást, vagy az elektronikus fizetési módok bármelyikét, illetve szükség esetén csekken is teljesíthetik a fizetési kötelezettséget. Figyelni kell az adózóknak a bevallás benyújtására, illetve a fizetési kötelezettségük teljesítésére, ugyanis a NAV szankcionálhatja, ha valaki ennek nem tesz eleget. Ha a hiánypótlásra felszólítás ellenére sem teljesíti az adózó a befizetési vagy bevallási kötelezettségét, akkor akár több százezer forint bírságot is kiszabhat a hivatal. Késedelmes fizetés esetén az adózónak számolnia kell a késedelmi pótlékkal is. További információk érhető a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, valamint telefonon a 1819-es számon. A Magyar Kardiológusok Társasága és a Magyar Nemzeti Szív Alapítvány minden év szeptember végén rendezi meg a Szívünk Napja rendezvénysorozatot, amelyhez idén a Fonyódi Egészségfejlesztési Iroda is csatlakozott. A Balatonboglári Urányi János uszodában százan úsztak váltásban 24 órán keresztül. A cél, hogy felhívják a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek magas előfordulási arányára hazánkban. Az ország számos településéről érkeztek kórházi dolgozók Balatonboglárra, ahol a Szívünk Napja eseménysorozathoz kapcsolódóan szerveztek 24 órás úszás kihívást. Ez egy egyedülálló esemény, amihez csatlakozott a Fonyódi Egészségfejlesztési Iroda. Az úszás kihívás egy 24 órás úszó esemény, amiben egészségügyi dolgozók vesznek részt. A környékhez kötődő olyan orvosok és szakdolgozók neveztek be az eseményre, akik valamiért szívügyüknek tekintik a környéket. A Szívünk Napja a szív- és érrendszeri megbetegedések kiemelkedő gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósítható megelőzési módszerekre hívja fel a figyelmet. A lakossági szűrővizsgálatok elvégzésén túl az esemény kiemelt témája az egészséges életmód. A lakosság halálozásának sajnos nagyjából a feléről mind a mai napig valamiféle szív- és érrendszeri betegség tehet, és azt tudjuk, hogy ezen betegcsoport vagy betegségcsoportban a
a tudatosságnak, illetve a prevenciónak, az úgynevezett prevenciónak, tehát a megelőzésnek nagyon nagy jelentősége van. És hát tulajdonképpen ez a szívünk napja, amit ugye ez a Baez de Luna professzor nagyjából 25 évvel ezelőtt találtak ki és valósítottak meg. Ez igazából egy ilyen figyelemfelkeltő és figyelemfelhívó arra, hogy lehetőség szerint foglalkozzunk magunkkal. És tulajdonképpen ez a kezdeményezés, aminek a részeként itt Balatonbogláron, ugye két csapat, Fonyód és Boglár csapata részt vett ebben a nem is versenye volt ez, hanem inkább közös úszásban, fogalmazzunk így. Ez 24 órás közös úszásban, ez szerintem rendkívül jó kezdeményezés. Balatonbogláron közel 100 kórházi dolgozó úszott váltásban 24 órán keresztül. Ezek voltak Tolna vármegye hírei. Cikluszáró testületi ülés, Dombóváron napirenden a vízi közmű fejlesztése és a buszjegyek díjának emelése. Befutotta magát Európa élmezőnyébe, Szemerei Levente országos csúcsot döntött. 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban, kétnapos programsorozat Szekszárdon. Idősek világnapja, ünnepi műsorral készültek Bátaszéken. Csütörtökön újabb csapadékmező terjeszkedik délnyugat felől, országszerte borult égbolt lesz jellemző. Összességében kiadós mennyiségű eső érkezik, a délnyugati déli megyékben várható a legtöbb, akár újabb 15-20 mm is összegyűlhet. Általában gyenge vagy mérsékelt, északi irányú légmozgás lesz a jellemző. Éjszaka borús időben további kiadós esőkkel kell számolni. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!